A Hungest Hotel béke törzs vendégeivel beszélgettünk az elmúlt héten. Már 15 éve minden évben visszatérnek kétszer is. Szeretik a szálloda kényelmét, felfrissülnek, gyógyulnak a víznek köszönhetően. Annyira szeretik Hajdúszoboszlót, hogy Tereza asszony még adományozni is szokott nehéz sorsú családoknak. A Hungest Hotel béke sales menedzsere Nagy Gyula Zoltán volt stábunk segítségére abban, hogy beszélgessünk Tereza Schmidt-tel és férjével, József Buszmannal. Ők a szálloda VIP Executive kiemelt törzsvendégei, akik az utóbbi 4 évben 7 alkalommal összesen 220 napot töltöttek a békében, ezzel első helyen állnak ezt a 4 éves ciklust tekintve. Már több éve rendszeresen visszatérnek a Hungest Hotel békébe, ahol több hetet töltenek el alkalmanként. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy önök igazi szakértőivé váltak a szálloda szolgáltatásainak. Kérem, vázolja röviden a legfontosabb jellemzőket, amelyek miatt érdemes ezt a szállodát választani. Ezt a szállodát gondosan választottuk ki. Összességében már régóta járunk Hajdúszoboszlóra, vásároltunk itt egy házat, amelyben 15 éven keresztül sok időt töltöttünk itt, mondhatni, mi is helyi polgárokká váltunk. De aztán, ahogy az évek teltek múltak, most már nehezebb számunkra a ház körüli munka, így elhatároztuk, hogy eladjuk a házat, keresünk egy kényelmes, szép szállodát, és ezentúl ott töltjük el a fél évenkénti látogatásunkat. Több szálloda vizsgálata során találtunk rá a Hungest Hotel békére, ahol a fürdőrész nagyszerű lehetőséget ad a felfrissülésre, egészségmegőrzésre, ami fontos szempont. A férjem tegnap töltötte be a 85. évét, én az idén leszek 80, ezért nagyon fontos számunkra a szálloda kényelme, a személyzet kedvessége, figyelmessége, a szoba tisztasága, rendben tartása, ápoltsága, az étterem színes kínálata, specialitásai, napról napra friss saláták, kétféle leves, legalább 4 féle húsos étel, halak, zöldségek közül lehet választani, minden nagyon friss és változatos, mindenki igazán barátságos, igazán megbecsülik, tisztelik itt a vendégeket, ami nagyon jól esik, kellemes. Akkor is, amikor rendszeresen nagy létszámú rendezvények, teltházak vannak, egy időben valóban túl sokan vannak az étteremben a folyosókon, mindenhol, mint például a legutóbbi héten, de mégis eloszlanak ezekben a valóban tágas helységekben, és az emberek folyamatosan jönnek-mennek egymás után, szóval minden kifejezetten jól zajlik itt. Und die Menschen nacheinander kommen. Also ist wirklich sehr, sehr schön hier. Minden évben 2-szer jövünk, tavasszal és ősszel, március-áprilisban 1 hónap, és ősszel, októberben-novemberben 1 hónap. Én már az 5. éve most. 2014-ben kezdtük a békét látogatni. Igen, így van. És még valami érdekesség, hogy a rendszeresen visszatérő vendégeknek ugye alkalmanként 4 hét, így további kedvezményeket lehet elérni a törzsvendég programban, törzskártyával, így még az ár is barátságosabb. Szeretik a gyógykezeléseket? Itt tartózkodásuk alatt milyeneket vesznek igénybe? Persze, természetesen minden kezelést kipróbáltunk, már házon belül, a kezelések is nagyszerűek, kiválóak, nem olyan túl sok kezelést veszünk igénybe, de azok nagyon jól esőek, a személyzet szakszerű, kedves, a megadott időpontokban pontosan behívnak, kezdenek, és németül is mindenhol beszélnek, legalább annyira, amennyire szükséges a jó megértéshez, és már jól ismerjük egymást, mint például az értékesítési vezető Zoltánnal, kifejezetten jó kapcsolatunk van, aki mindig nagyon szívesen áll rendelkezésünkre, és teljesít minden kívánságunkat. Egészen egyszerűen, nagyon-nagyon kellemesen érezzük itt magunkat. Igazán köszönjük az elismerő szavakat, és kívánunk további kellemes tartózkodást. Még valamit, ha szabad mondani, az is a szálloda mellett szól, hogy mindig ugyanazokkal a törzsvendégekkel találkozunk itt, sokan vannak a busszal érkezett német csoportokban is, de találkozunk oroszokkal is, ukránokkal is, akikkel évről évre ismét itt találkozhatunk ezekben az időszakokban, és üdvözöljük egymást, köszöntjük egymást, hogy milyen jó, hogy ismét találkozunk itt, sok az ismerős, mint egy nagy család.
Yeah, yeah.